Köszöntöm nézőinket, Önök a Kultúrszoba című műsorunkat látják, lássuk, mit kínálunk a mai műsorban. Egy cipős doboznyi szeretett karácsonyi ajándékgyűjtés. Tóth Györgyi, a cél a város pezsgő kulturális életének megteremtése. Varázs Pálca, tovább képzés fúvószenekari karnagyoknak és zeneiskolai tanároknak. Idén is elindult a karácsonyi ajándékgyűjtő akció a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. A kezdeményezés keretében ajándékokkal teli cipős dobozokat gyűjtenek gyermekek számára. Az akció több évre tekint vissza. Ismét karácsonyi ajándékgyűjtést szervez a Babits Mihály Kulturális Központ. Erről beszélgettünk Gödrey Zoltánnal. 2023-ban is, hogy meghirdetjük ezt a cipős doboz akciót, úgyhogy én nagyon szeretnék bátorítani és buzdítani arra mindenkit, hogy töltsön meg egy cipős dobozt ajándékkal, és tegye szebbé a gyerkőcök karácsonyát. A szeretetet nem tárgyakkal mérjük, valamennyire mégis kifejezzük vele ezt az érzelmet. Vajon egy cipős dobozba mennyi szeretet és törődés fér? Bármilyen hasznos ajándék kerülhet a cipős dobozba, de legnépszerűbb a játék, könyv, írószerek, plüssfigurák. Minden, aminek a gyerekek örülnek. Hiszen bármi is legyen a dobozban, az meglepetés. Minden évben rengeteg felajánlás érkezik, tavalyi évben már több mint 400 doboznyi ajándék gyűlt össze. Az emberek fegyelmezettek, nem tesznek a dobozokba törékeny, romlandó, más használhatatlan dolgot. Tényleg nagyon-nagyon sokan szoktak csatlakozni ez a felhíváshoz, és ami örömteljes, hogy civilek és intézmények egyaránt összefognak azért, hogy a szeretet ünnepe tényleg mindenkinek a szeretet ünnepe lehessen, ami azt jelenti, hogy ajánlanak föl cipős dobozokat családok, vagy más magánszemélyek akár egyedül, de intézmények, általános iskolák is összefognak, és akkor a gyerkőcök van olyan, hogy csapatostól, csoportostól, osztályostól hozzák be a sok-sok szép ajándékot, úgyhogy még egyszer szeretnék biztatni és buzdítani mindenkit arra, hogy hozza be az ajándék, ajánljon föl egy doboz, cipős doboznyi ajándékot, és hozza be itt a Babits Mihály Kulturális Központ információs szolgálatához. A cipős dobozban történő ajándékozás története Angliából indult a háború után. Egy hölgy kitalálta, hogy egy dobozban összegyűjt dolgokat gyerekek számára, ezt látva az ismerősei és rokonai is készítettek ilyet. Mára ez az akció világméretűvé vált. Bármennyi ajándék érkezik, annak minden évben megvan a helye. Egyes helyeken versenyt indítanak, eldöntendő, hogy melyik doboz csomagolása a legszebb, legegyedibb. Igazat szólni, kiállni a teremtett világ törvényei és a haza mellett. Mindezek manapság a megítéltség kategóriáját súlyosan érintik. De hol a határ, kell-e egységes vélemény, látásmód a magyarokat érintő kérdésekben? Ezen kérdések határait feszegeti egy pódiumbeszélgetés keretein belül Rákai Filip producer és kommunikációs szakember a Matthias Corvinus Kollégium által szervezett eseményen. Rákai Filip volt a vendég a Matthias Corvinus Kollégium szexárdi képzési központjában. Egyrészt egy nagyon furcsa, felbojdult világban élünk. Európa kellős közepén egy 10-15 milliós magyar nemzet tagjaként képviselve valamit, amit 1100 éve képviselünk itt ebben a hazában, és képviselni valamit, amiről én azt gondolom, hogy a normalitás, amit ma Magyarország sugall magáról, és tükröt tart a nyugati országoknak, az egy normális, emberi, élhető világ, kontra egy olyan világgal, amely csupa kérdésekkel és csupa tudatos elbizonytalanítással van tele. Amikor
amikor megkérdőjeleződik, hogy mi az, hogy férfi, mi az, hogy nő, mi az, hogy család, mi az, hogy egy gyereknek vagy egy felnőtt embernek milyen jogai vannak, hogy mit jelent a szabadság, hogy ez meddig terjed, hogy mit jelent egyáltalán az Európai Unió, hogy mit jelent az, hogy valami egy erős nemzetállam szeretne lenni, és ez nem kirekesztést jelent, hanem a saját kultúránkra történő felnézést, egy büszkeséget, valamit, ami nem csak azt várja el, hogy a mi kultúránkat, vagy a mi másképp gondolkodásunkat tiszteljék, hanem azt is elvárja, hogy mi is tiszteljük más népek kultúráját. De ez nem azt jelenti, hogy keveredni kell, nem azt jelenti, hogy föl kell oldódni egy ilyen nagy nemzetek olvasztó tégeiben, ahogy ezek a globalista haladár áramlatok próbálják ránk erőltetni, hanem hogy igenis meg kell őriznie a magyarnak a magyarságát, a németnek a németségét, ha még egyáltalán van ilyen, a franciának azt, amire ő maga büszke és hosszan sorolhat. Nem. Szóval csak egy olyan világban élünk, amikor még a haza fogalmát sem könnyű definiálni. Nem Magyarországon, mert itt Magyarországon szerintem százszor jobb a helyzet. De ha véletlenszerűen kiválasztanánk bárkit az utcán Franciaországban vagy Nagy-Britanniában, hogy mondja meg, hogy mi a haza fogalma, egészen meglepő válaszokat kapnánk, mert lebontása zajlik az alapvető értékeken. Rákai Filip az utóbbi években több nemzeti kulturális értéket érintő kérdést, témát felvállalt, és többek között nagy hangsúlyt kapott a konzervatív értékrend fontossága is, melynek megtartása, mint mondja, a mai változó világban egyre nehezebb. A személyes egyéni felelősségvállalás, mint mindenben, az elsődleges, és akkor így épül fölfelé egy társadalom az apró sejtekből, az egyénből, két ember kapcsolatából, egy családból, a gyereknevelésből, a kisebb patrióta vagy lokálpatrióta közösségekből jutunk el egészen odáig, hogy ha valaki lokálpatrióta és szereti Szekszárdot, vagy Tolnát, vagy Decset, mint szülőhelyét, akkor ez természetesen ki fog vetülni a hazájára, és innentől erősödik össze, vagy abroncsolódik össze egy egészséges nemzet, egy egészséges nemzettudat. Pláne egy olyan országban, amely 1100 éves múlttal büszkélkedhet, egy ilyen nyelvvel, amely egy csodálatos, titkolt, kódolt nyelv, amit 15 millió magyar beszél a világban, és senki nem is érti rajtunk kívül, hogy miről beszélünk, hogy ez a kreatív nyelv is egy teljesen másfajta gondolkodást igényel minden egyes magyartól, ahogy az elmúlt 1100 éves történelmünk is egy egészen másfajta világlátást olt belénk mindannyiunkba. Ugye szokták mondani, hogy létezik egy ilyen transgenerációs, tehát generációkon átívelő traumát hordoz minden egyes magyar ember. Ebben benne van a első világháború, második világháború borzalmaitól 56-on át a kommunista szörnyűségekig, a honfoglalásig visszamenőleg minden. Tehát ez épül generációról generációra az emberekben, és az, hogy mi magyarok ezt a kultúrát, ezt a nyelvet, ezt a történelmet és ezt a csodálatos országot, ahol élünk, tudjuk magunkénak, ez egy felelősség, egy megtartó erő egyfelől, másfelől egy felelősség. Hogy azon kell dolgozni mindenkinek, és akkor itt jön a válasz a kérdésre, hogy ez megmaradjon, és ez nem pártpolitikai kérdés, ez egy értékválasztás kérdése, a tét az, hogy marad-e hazánk. Hogy megmarad-e ezen a 93 ezer négyzetkilométeren mindaz, amiben mi szerelmesek vagyunk, minden hibánkkal és nehézséggel, és a nem tökéletes, mert olyan nincs, az a jóisten társadalmunkkal együtt. Tehát, hogy szerintem ez a tét ma, és ezt kell valahogy megőrizni, megtartani a gyerekeink, meg a magamról mondom, majd az egyszerű leendő unokáinknak, hogy akkor is legyen itt ez a világ, hogy be tudja fejezni mindenki azt a versot, hogy tüzesen süt le a nyári napsugára az ég tetejéről a juhászbojtára, hogy csak egyet mondjak, vagy hogy legyen, aki énekli a himnuszt 100 év múlva is. A producer kommunikációs szakember, aki szekszárdi gyökerekkel rendelkezik, kulturális felelősségvállalás, avagy nemzettudat Skander magyar módra címmel beszélgetett Böröc Mátéval egy pódiumbeszélgetés keretében, melyben többek között arra is kitértek, hogy miért tartotta fontosnak két hazai költőnk síremlékét is méltó módon felújítani. Hiszen ahogy mondja, a múlt tisztelete és emlékezete nélkül lehet élni, csak nem érdemes.
Gyakran találkozunk nyilván a neveddel egy-egy platformon, akár üzleti tevékenységek mellett más egyéb dolgokkal lehet hallani kultúrát, társadalmi szerepvállalást érintő dolgokat. Most így kapásból kettő példát hoznék fel, az egyik a Petőfi síremléknek a restaurálása, amit, hogyha jól emlékszem, mecénásként a feleségeddel tavaly szponzoráltatok, vetetek kézbe, idén pedig az Arany János sírja kapcsán volt ugyanez a tevékenység. Az lenne a konkrét kérdésem, hogy miért tartott fontosnak ezeket a missziókat, illetve mi az, amivel manapság foglalkozol? Hát mondtad, hogy 50 percünk lesz összesen. Hát talán az első kérdést ki tudjuk vesézni, de nem próbálok majd nem annyira terjengős lenni, amennyire szoktam. Hát a Petőfi család síremlékének felújítása, vagy akár Arany János síremlékének felújítása mind a kettő köthető gyerekkori élményeknek, meg persze egyfajta mai felelősségvállalásnak, hiszen az édesapám az irodalom szeretetével, néha édesapám nagyon, nagyon korán megajándékozott, és talán 7-8 éves lehettem, amikor egy ilyen megkopott, ilyen vöröses színű Petőfi összest a kezembe adott, és ez meghatározó élmény volt, ahogy bár édesapám a számok embere volt közgazdászként, főleg számokkal dolgozott egész életében, de mondjuk 16 éves korától tudta a Hamletet fejből elejétől a végéig Arany János fordításában, és imádta, rajongott az irodalomért, és ez rám is természetesen átragadt. Aztán később az egyetemen sokat foglalkoztam, nyilván nem csak irodalommal, de irodalommal is, meg művészetfilozófiával, és be voltam oltva kiskorom óta gyakorlatilag a könyvek szeretetével. De ebből természetesen még nem fakadna az, hogy az embernek miért jut eszébe Petőfi családjának a síremlékét felújítani, mert sokan vannak itt ebben a teremben, akik nyilván szeretik Arany Jánost, vagy Petőfit, vagy bármelyik nagy magyar írót, vagy költőt. Mégsem biztos, hogy lehetőségük van rá, vagy egyáltalán késztetést éreznek arra, hogy ilyesmibe vágják a fejszélyüket. Az egész egy személyes élményből indult, a feleségemmel és a gyerekeinkkel, talán tavaly előtt kint voltunk a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben március 15-én, és vittünk virágot a 48-as hősöknek, illetve a Petőfi család sírjára is, és hát azt láttuk, hogy tényleg elképesztő, tehát mondhatnám, mizerábilis állapotban volt, tehát a Szendrei Júlia nevét nem lehetett elolvasni, a sír emlék megsüllyedve, stb., tehát elég méltatlan állapotban volt. Azzal együtt, hogy a Fiumei úti Nemzeti Sírkertnek kiváló gazdái vannak, a Nemzeti Örökség Intézete évente nem tudom hány száz, vagy talán több ezer sírt gondoznak, mindenhová, ahogy szoktam mondani, az állam sem ér oda, tehát hiába ez az elképesztő országépítő munka, ami azért látszik, szemben látható bármerre jár az ember az országban, de egyszerűen mindenhova nem lehet odaérni. És akkor úgy a feleségemmel összenéztünk, és azt mondtuk, hogy ez így nem maradhat, és akkor nem várunk mindenféle adományokra, meg erre, arra, meg nem szervezünk gyűjtést, hanem hála jó Istennek jól működő cégeim vannak hosszú évek óta, mutassunk azzal is példát azoknak a tehetősebb embereknek, akik megtehetik, hogy ilyen ügyeket felkaroljanak, hogy akkor újítsuk föl. Mint fogalmazott, a Petőfi család újra méltó formába hozott síremléke, a leginkább kézenfekvő lehetőség fejet hajtani, a sem holtában, sem testi valójában, hanem egyedülálló életművében velünk maradt költő óriás előtt. A legenda messze túlmutat 1848. március 15-én, a forradalmon és a szabadságharcon, mert 175 esztendeje tükröt tart elénk arra emlékeztetve, hogy mi magyarok a szabadságban mindannyian összetartozunk. Tóth Györgyi postás dolgozóként kezdte, jelenleg a Tolnai Kulturális Központ vezetője, bár 32 éve tolnai lakos, büszkén vállalja gyütmentségét. Fontos célja a civil szervezetek és egyesületek munkájának segítése, a város pezsgő kulturális életének megteremtése.
Egy nagyon-nagyon kis faluba születtem Gerjenben, itt a közelben, a Dunaparton. Az egész gyerekkoromat meghatározta a Dunapart és a szabadság. Majd az iskoláimat, általános iskolámat ott befejezve Dombóváron érettségiztem az Apácaiba. Ezután elkezdtem dolgozni, majd körülbelül 30 éves korom után gondoltam, hogy egy váltásra van szükség az életemben, és ekkor jelentkeztem a Bajai Eötvös József Főiskolá művelődés szakára, és a főiskola befejezése után először a Mözsi Művelődési Házban kezdtem el dolgozni művelődés szervezőként, majd Bogyiszlón dolgoztam egy pár évet, ezt követően Szekszárdon a Művelődési Intézet Tolnavár megyei igazgatóságának voltam közművelődési referense, és idén április óta vezetem a kulturális intézményt itt a városban. Annak ellenére, hogy úgy érzem, hogy nagyon sok embert megismertem, viszonylag ismerem a városnak a történelmét, de nyilvánvalóan nem ismerhetem meg olyan szinten, mint aki itt gyökerezett, aki itt nőtt föl, és ezért van ez a mondás szerintem nagyon sok helyen az országba együtt ment, és én ezt büszkén vállalom. Mert annak ellenére, hogy együtt mentnek, apostrofálnak engem, én azért már a 32 év alatt úgy gondolom, hogy tolnaivá váltam. És ennek szellemében próbálok élni, mint tolnai, a tolnai közösségeket segíteni, tolnai közéletbe szerepelni, ha éppen arról van szó. Én Mözsön kezdtem el dolgozni a művelődési házban. Ez egy elég furcsa helyzet volt akkor, mert ugye a mözsi település rész az egy sváb település rész, nagyon-nagyon több nemzetiség él, de kimagaslóak a mözsi sváb hagyományok és a mözsi sváb kultúra. Annak ellenére, hogy nagyon-nagyon kedves emberek, így utólag már bevallhatom, hogy nekem 2 éven került az, hogy engem ott befogadtak. De ez a befogadás annyira jól sikerült, hogy ez a mai nap is egy élő kapcsolat van közöttünk nagyon-nagyon sok mözsi emberrel. Volt egy városi rendezvény, akkor még úgy hívták, hogy Telena Fesztivál, és teli hibával, cseklés, botlással, nekem, mint külső szemlélőnek is feltűntek a hibák, és úgy gondoltam, hogy ezt biztosan lehet jobban tenni, és hát ennek az a módja, hogy akkor egy picit vissza kell ülni az iskolapadba, és akkor visszaültem az iskolapadba, talán a főiskolára, és akkor megtanultam ennek a csinyelvényát, hogy lehet jól csinálni. Hogy lehet jól? Gyakorlatilag nagyon nagy nyitottság szükséges hozzá, rengeteg empátia, nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni emberekkel, ismerni kell a helyet és a környezetet ahhoz, hogy együtt tudjunk működni. És hát nagyon sok türelem, nagyon sok kitartás, így minden így együtt. Kapcsolatban élek 32 éve, párom már nyugdíjas, van egy közös gyermekünk, 26 éves, leány Eszter, ő a Szekszárdra járt az I.S. Gyula főiskolára, és most jelen pillanatban éppen múlt hét óta ott dolgozik a rektori hivatalban. Visszatért legutolsó tanulmányai helyszínére, mint dolgozó. Én úgy gondolom, hogy egy 12 000 fős településnek is nagyon nagy szüksége van pezsgő kulturális életre, és az infrastruktúra fejlesztések mellett ugyanolyan súllyal kellene lenni a kulturális közösségi életnek, ahhoz, hogy itt az emberek a településen jól érezzék magukat, és én e szerint szeretném tenni a dolgomat.
Jó pár új programot vezettünk be az idei évben. Ez tekinthető egy kísérleti évnek is. Megnéztük azt, hogy a közönség mennyire vevő ezekre az új programokra. Illetve a nyár folyamán készítettünk egy kérdőívet, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy mivel is töltik a tolnai lakosok szabadidejüket. Megtörtént a kérdőíveknek a kiértékelése. Ez is nekünk ad egy támpontot arra vonatkozóan, hogy milyen típusú programokat szeretnének, inkább a szórakoztató jellegű programokat, hogy hol szeretnék, hogy ezek a programok megvalósuljanak. Ez is kijött, hogy amikor megjön a jó idő, akkor szabadtéri rendezvényeket szeretnének, és hál' Istennek nagyon szép szabadtéri közösségi tereink vannak, gondolok itt a Hősök terére, illetve az Altaripa szabadidőparkra. Úgyhogy amint megjön a jó idő, megyünk egy-egy programba, aki a Dunapartra, illetve a Hősök terére. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség, a Metronom Kft. És a Dombóvári Alapfokú Művészeti Iskola közös szervezésében került lebonyolításra a Varázspálca Fúvós Karnagyi továbbképzés november 10-e és 12-e között. A képzés nemzetközivé vált, hiszen nem csak országunk minden területéről, de Romániából, Erdélyből is érkeztek jelentkezők. Zenei szervezetek és művészeti iskola közösen rendezett fúvóskarnagyi továbbképzés Dombóváron. A Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség, a Metronom Kft. És a Dombóvári Alapfokú Művészeti Iskola együtt tartotta a Varázspálca elnevezésű háromnapos képzését november 10 és 12-e között. 8 évvel ezelőtt, amikor a Magyar Fúvós Zenei és Mazsorett Szövetség vezetésével kollégáim megtiszteltek, megbíztak, akkor az elnökséggel célul tűztük ki, hogy lehetőség szerint éves rendszerességgel, vagy akár több alkalommal is olyan karmester továbbképzéseket, kurzusokat tartsunk, és tartunk azóta is, amelyek az amatőr fúvószenei életben, én azt gondolom, hogy sokat tudnak segíteni a kezdő, vagy már tapasztalt karmesterek részére is. A képzés során délelőtt és délután is tartottak foglalkozásokat. Elméleti tudás gazdagítását segítő előadások tették ki a program jelentős részét. Két kiváló szaktudású mester, Szabó Ferenc Hidas Frigyes díjas karmester, a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának művésztanára, a Mafumasz elnöke és Markovics Gábor Hidas Frigyes díjas karmester, a Mafumasz elnökségi tagja, a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar karnagya vezetésével zajlott a továbbképzés. Jelenleg a Mafumasz Magyar Fúvószene és Mazsorett Szövetség, valamint a Metronom Kht. Közös szervezésében egy országos háromnapos kurzus van jelen pillanatban az iskolánkban, ami tulajdonképpen egy hagyomány is már, mert a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöksége célul tűzte ki az elmúlt 8 évben, hogy vidéken segítünk az ifjú karmester kollégáknak, művészeti vezetőknek, és most 8. alkalommal kerül itt Dombóváron megrendezésre. A Varázspálca Fúvós Karnagyi továbbképzés első napján a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar közreműködésével gyakorlati foglalkozást is tartottak. A cél az mindig az, hogy tanuljon az ember, mert hiába ott van már a kezében a tudás, vagy hát legalábbis azt gondoljuk, hogy ott van a tudás, azért mindig lehet tanulni, és a nagyoktól meg mindig kell is tanulni, azt gondolom. Úgyhogy ez életünk végéig, ez van. Az ország távoli vidékeiről is érkeztek tanulni vágyó muzsikusok, még Erdélyből is jöttek fúvós karnagyok, akik Szabó Ferenc instruálásával dolgozhattak mozdulataik finomításán. A dombóvári háromnapos kurzus nagy sikerrel ért véget. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!